Bronz kapu. Elkészült a Székesegyház új főbejárata. A kapuzat domborművein Szent Márton életének egy-egy jellemző epizódja látható. Ösztöndíj. Átvették tanulmányi szerződésüket azok a hiány szakmát tanuló hallgatók, akik részt vesznek a Szombathely Visszavár programban. Báb Express 20. születésnapját előadás maratonnal ünnepelte a Mesebolt Báb Színház. Díjnyertes produkciókat is bemutatták. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A jubileumi Szent Márton évre megújult a Szombathelyi Székesegyház főbejárata. A bronzkapu egyben az irgalmasság kapuja is lesz az egyházmegyében a szent év folyamán. Az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdette meg Ferenc pápa 2016-ra. A jubileumi Szent Márton évre megújult a Szombathelyi Székesegyház főbejárata. Ez nem csak a szaváriai születésű Mártonnak állít emléket, hanem a szent évben ez lesz az irgalmasság kapuja is a Szombathelyi Egyházmegyében, amely a búcsúnyerésben segítheti a hívő embereket. Számunkra ez a kettő, a Szent Márton jubileum esztendő bronzkapuja és az irgalmasság évének a kapuja egybeesik, hiszen most tudjuk fölszentelni, mostanra készült el vele a művész, és így a kettő gondolom, hogy kölcsönösen szépen kiegészíti egymást, hiszen Szent Márton életében is az irgalmasság az rendkívüli módon sokféleképpen megnyilvánult. Mondhatnánk azt is, hogy Szent Márton életét az irgalmasság jellemezte, és így ez a két dolog egybeesése, azt gondolom, még inkább erősítik egymást. A bronzkapu díszítő kazettákban Szent Márton életének egy-egy epizódja látható születésétől haláláig. A baloldali domborművek a szaváriai eseményeket örökítik meg, a jobboldaliak pedig későbbi éveiből jelenítenek meg mozzanatokat. Én ami áldozatot tudtam, meghoztam, és hát a szemlélődő, vagy a befogadó, vagy tulajdonképpen a megbízók, a közösség értékelje aztán, hogy remélem az látszik, hogy az odaadás benne van. Veres András megyés püspök szentbeszédében megköszönte a hívek összefogását és a különböző városi intézmények támogatását, amelyek lehetővé tették, hogy a bronzkapuval maradandó emléket állíthassanak Szent Márton születésének 1700. évfordulójára. A közgyűlés 2013-ban fogadta el a Szombathely Visszavár programot. Ennek keretében ösztöndíjat biztosít azoknak, akik felsőfokú tanulmányaik befejezése után a megyeszékhelyen kívánnak dolgozni. A Városházán Puskás Tivadar polgármestertől 9 hallgató vehette át az erről szóló tanulmányi szerződést. Az ünnepi eseményen a hallgatókat és hozzátartozóikat Puskás Tivadar polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy Szombathelyen a munkanélküliség alacsony, ugyanakkor vannak szakmák, amelyekben szakember hiány mutatkozik. Ennek a pótlására, részben ennek a pótlására, részben pedig azért, hogy a máshol, más városban, más megyében tanulók idejöjjenek, visszajöjjenek Szombathelyre, indítottuk el 2 évvel ezelőtt a Szombathely Visszavár programot. Az ösztöndíjra azok a szombathelyi lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik a meghatározott hiány szakmákban folytatnak tanulmányokat. A hallgatók erre az időre havi 50 000 forint ösztöndíjban részesülnek. Ennek fejében kötelesek az államilag finanszírozott tanulmányi időn belül diplomát szerezni, és a hiány szakmában Szombathelyen elhelyezkedni. A támogatás időtartamának megfelelő ideig dolgozni kötelesek. Puskás Tivadar idén 9 hallgatónak adta át a tanulmányi szerződést. Ehhez gratulált Rettegi Attila, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke, míg a hallgatók részéről a lehetőségért Horváth Bence mondott köszönetet. Mikor jelentkeztem a képzésre, már előtte hallottam azt, hogy lesz egy lehetőség, egy ösztöndíj, mely pluszban támogatja a gépészeket, és erre készültem is a tesztre. Ez nagyon sokban segít, mivel a tanulmányunk során vannak olyan nehézségek, amelyeket egyedül nem tudunk átidalni. A mostani ösztöndíjasok között 3-3 mérnök és óvodapedagógus, 2 tanító és egy házi orvos hallgató van. Velük együtt immáron 34 ösztöndíjasa van a városnak.
Három nap alatt 13 előadást láthatott a közönség hétvégén a Mesevolt Báb Színház Báb Express című programjának keretében. A társulat ezzel a maratoni rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az ország legjobb bábos műhelyei közé sorolt Mesebolt Báb Színház a hétvégén 13 előadással ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az eredeti ötlet az 20 év 20 előadás lett volna, de hát az még őrültebb vállalkozás lenne, mint a három nap alatt 13 előadást lejátszani. Szerettünk volna egy kicsit így az elmúlt évekre visszatekinteni, mérleget vonni, és megnézni, honnan indultunk, hová érkeztünk. A Báb Express elnevezésű sorozatban a társulat az általa legsikeresebbeknek tartott darabokat mutatta be. Ezek közül többen rangos díjakat is nyertek. Valahogy a Mesebolt Báb Színház mindig kereste a határait, és a társulat is mindig keresi a határait, ezért alakulhatott ez így. Számunkra ez egy nagy tanulság, ugyanis egy képet kapunk a saját munkánkról azáltal, hogy egy hétvégébe besűrítjük a javát annak, amin 5 évig dolgoztunk. A hétvége során a társulat a legkisebbektől egészen a felnőttekig minden korosztálynak készült 1-2 előadással. Tegnapi napon láttunk egy csodálatosan szép mesét, a Hauffnak a Hideg szív című meséjét, ami azt gondolom, hogy gyereket felnőttet egyaránt szó szerint szíven ütött. A Mesebolt Kamara terme és az MMIK nagyszínpada mellett az oladi Battyány templom is helyt adott az előadásoknak, de a társulat Táplán Szentkeresztre is elutazott egy bemutató erejéig. Kocka Tibor alpolgármester gyújtotta meg a főtéri adventi koszorú 3. gyertyáját. Strammel Imre alkotásaiból nyílt kiállítás a Vitalitás galériában. Kis tudós nap volt a Bercsényiben, természetfotó kiállítás nyílt az Erdészeti Központban. Interaktív bemutatót tartottak az egészségügyi főiskolán. Rövid híreink következnek. Az adventi koszorún minden gyertya jelképez valamit, a harmadik a rózsaszínű gyertya Szűz Mária és az örömgyertyája. Szombat este Jakab Bálint református lelkész adventi gondolatait követően Kocka Tibor alpolgármester gyújtotta meg az adventi koszorú újabb gyertyáját a főtéren. Neked az egészségügy címmel szerveztek interaktív bemutatót az egészségügyi főiskolán. A rendezvény célja az volt, hogy megismertessék az egészségügyi munkaterületeket a pályaválasztás előtt álló diákokkal. A megnyitón Puskásti Vadar polgármester kiemelte, hogy aki a segítést élethivatásként választja, erkölcsi többlethez jut. A résztvevők ezután bepillantást nyerhettek az ápolók, csecsemőápolók, mentőápolók vagy éppen a fogászati asszisztensek tevékenységébe. Strammel Imre Kossuth Díjas keramikus művész kiállítása látható december 22-ig a Vitalitás galériában. A megnyitón Puskás Tivadar polgármester elmondta azt is, hogy a miniszterelnök támogatását kérte ahhoz, hogy a művész által Szombathelynek adományozott Strammel gyűjteménynek méltó helye lehessen a városban. Kis tudós nap címmel rendezte meg hagyományos tehetséggondozó délutánját a Bercsényi iskola pénteken. A rendezvényen az Rényi, a Gotthárd és a Boczföldei iskola diákjai adtak számot átfogó természet, illetve társadalomtudományi ismereteikről egy-egy projekt bemutatásával. A természettudományi előadások témája a Fény nemzetközi évéhez, a társadalomtudományoké az életmódhoz kötődött. 74 fotó érkezett a Szombathelyi Erdészeti ZRT fotópályázatára. A társaság arra buzdította a természetkedvelő amatőr fotósokat, hogy örökítsék meg az állami erdők növény- és állatvilágát, a közjóléti létesítményeket. A fotópályázatot második alkalommal írta ki az erdészet, amelyre idén majdnem kétszer annyi fénykép érkezett, mint tavaly, így a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Az Erdőképek című fotópályázat eredményét a napokban hirdették ki az Erdészet Sági István utcai központjában, ahol a legszebb fotókat ki is állították. Szinte alapjaiban változik meg a közigazgatási eljárás és bíráskodás. A változásokról egy roadshow keretében tartottak sajtótájékoztatót és előadást Szombathelyen a Martineum Felnőtt Képző Akadémián. Miskolc, Budapest, Szeged és Székesfehérvár után pénteken Szombathelyen tartottak sajtótájékoztatóval egybekötött előadást a közigazgatási eljárás résztvevőinek a jövőben használatos új eljárási eszközökről, illetve a változó szervezeti felépítésről.
A közigazgatás egyre fontosabb jogterületté válik, hangzott el. A tapasztalatok szerint egyre gyakoribbak a közbeszerzési, az építésügyi vagy a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos esetek. Ezek mennyiségben is már olyan nagy számot öltöttek, hogy már eljárásjogi, tehát a peres eljárás kapcsán is már úgymond kinőtte, kifeszítette az általános polgári peres eljárás törvényének a keretét. Az új logikán alapuló önálló közigazgatási perrendtartás tervezett változtatásairól az érintettek is elmondhatták észrevételeiket. Lesz egy felső bíróság, egy olyan bíróság, amely rendkívül fontos, kiemelt ügyeket tárgyal, illetőleg egy új fellebbezési fórum lehet a mostani ítélőtábla törvényszék kúria mellett vagy helyett. Nagyon fontos változás lehet az, hogy egyáltalán mi az, ami a bíróság elé vihető. A jövőben ugyanis sokkal több ügy kerülhet a közigazgatási bíróság elé, mint korábban. A bírósági szervezetben pedig komoly változást hoz, hogy ezentúl 3 tagból álló tanács jár majd el a közigazgatási ügyek döntő részében. Az Észak-Dunántúli Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 5 megyét foglal magába, melynek központja Szombathely. A konferencián részt vett Hende Csaba, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának alelnöke is. Ez a bizottság egy végső kontrollt jelent a parlamenti döntéshozatali folyamatban, ahol is alkotmányossági, jogi, szakmai szempontból vizsgáljuk fölül a minisztériumok, a kormány, illetve az egyéni képviselők által előterjesztett törvényjavaslatokat. A konferencia sorozatot képzések követik annak érdekében, hogy a 2017 elején gyakorlatba lépő új kódexet felkészült bírák alkalmazhassák majd. A szezon legrosszabb játékát nyújtva kiütéses vereséget szenvedett a Falkó kosárlabda csapat a Székesfehérváron. A szombathelyiek 120-84-re kaptak ki a remek napot kifogó Alba Fehérvártól. Rangadónak indult, a végére viszont edzőmeccs jelleget öltött a Falkó Trend Optika KC székesfehérvári vendégjátéka. A hazaiak az első negyed közepén szabályosan állva hagyták a szombathelyieket, és végül kiütéses vereséggel küldték haza a sárga-feketéket. A 120-84-es végeredmény annak köszönhető, hogy a vasiak a szezon leggyengébb játékát nyújtották Fehérváron. Én azt gondolom, hogy első okban az volt a hibánk, hogy az elején engedtük érvényesülni az Albakomnak a rohanós játékát. Talán meg tudtuk volna ezt akadályozni, de aztán mi is fel akartuk venni ennek a ritmusát, de mi nem ebből vagyunk jók, így a Albakom teljesen megérdemeltem, már az első fél időben gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. A Falkó védekezése Székesfehérváron csődöt mondott, így kaphattak 120 kosarat. Különösen az ellenfél magas emberei állították megoldhatatlan feladat elé a szombathelyieket. Lóránt Péter és társai szinte azt csináltak a palánkok alatt, amit csak akartak. Azt gondolom, hogy gyorsan el kell gondolkodni az egész csapatnak, mert ez nagyon kevés. Úgy gondolom, hogy tudunk ennél sokkal jobban játszani, de ma sikerült alulmúlnunk a szónokányi teljesítményünket is, sőt azt gondolom, hogy akarat terén is volt problémánk. A Falkó csapata 7 győzelemmel és 4 vereséggel a tabella középmezőnyében állomásozik. A szombathelyiek idén még egy bajnoki meccset játszanak, december 20-án vasárnap Szegeden lépnek pályára Váradi Benedekék. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!